Bereg során csendes kisközség a magyar-ukrán határon Szabolcs-Szatmár Bereg megyében. Az utolsó népszámlálás adatai szerint 2015-ben 814-en laktak itt, gyerekek, felnőttek, idősek. Az elmúlt időszakban azonban papíron legalábbis sokan költöztek ide. A választói névjegyzék alapján ugyanis ma már több itt a választásra jogosult, azaz 18 évnél idősebb ember, mint ahányan 3 éve itt laktak. Áprilisban 897-en lesznek jogosultak voksolni a választáson, miközben 4 éve még csak 620 választópolgár volt. A településen, az Árpád utcában több olyan ház is van, ahol hivatalosan legalább 200 ember él. Ebben a látszólag normális méretű családi házban például 27-en laknak, egy másik hasonlóban pedig 20 embernek van hivatalos lakcíme. A Jobbik helyi képviselőjelöltje Adorján Béla nézte át az adatokat a környéken, de azt mondja, több tucat településen is tapasztaltak hasonlót. Előfordulnak a térségben olyan települések, amelyeknek meg háromszorozódott a lélekszáma papíron, de az átlagos az 20% és 30% között van. A vizsgált 88 településből minimum 60 érintett ebben az ügyben. A párt szerint legalább 5000, szerintük főleg Ukrajnából érkezett magyar állampolgárságot kapott ember telepíthettek be szervezetten a környékre, hogy befolyásolják a helyi képviselőválasztást. A Jobbik emiatt választási csalással vádolja a Fideszt, és feljelentést is tesz. A kormány szerint semmi közük az ügyhöz, de ha valaki bűncselekményt gyanít, akkor a hatóságoknak kell kivizsgálni, hogy pontosan mi történt. A Fidesz és a kormány semmilyen jogszerűtlen lépést nem követett el, és nem kíván elkövetni a későbbiekben sem, már csak azért is, mert az, hogy a jogszabályokat be kell tartani, azt mi különösképpen kötelezőnek tekintjük magunkra nézve. A Jobbik szerint a településekre jellemzően Ukrajna területéről érkeztek olyan honosított magyar állampolgárok, akiknek semmi közük nincs az itt élő magyarokhoz. A párt szerint emiatt az is kétséges, hogy a körzetben jogszerűen lehet-e lebonyolítani a választást.